A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Tolna megyei szervezet közös rendezvényén számos újdonságról, digitális megoldásról hallgathattak meg előadást az érdeklődő cégvezetők. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, ezekre a rendezvényekre azért van szükség, hogy a vállalkozók képesek legyenek alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Ha ezeket meghallgatja, alkalmazza, a vállalkozása könnyebb lesz, és jobban tud alkalmazkodni az igényekhez, illetve tudja fejleszteni a vállalkozást. Heilig Zoltán, az egy informatikai cég vezetője a home office, vagyis az otthoni munkavégzéséről tartott előadást. Sokan kérték az adatfeldolgozó szoftverek készítésével foglalkozó cég segítségét a járvány kitörésekor. Akkor Tolna megyei ügyfeleik 30-40%-a vezette be az otthoni munkát a cégénél, de ez az arány jóval alacsonyabb jelenleg. Volt olyan ügyfelünk, ahol mind az 50 irodista körülbelül haza lett küldve. Nyilván fizikai dolgozók nem tudták ezt alkalmazni, de az irodai dolgozók haza lettek küldve. Van olyan ügyfelünk is, ahol ezt elosztották, tehát hogy meglegyen a távolságtartásra a lehetőség, azért, hogy irodánként egy-két ember maradt bent a cégnél, a többiek pedig otthonról dolgoztak, esetenként akár időnként cseréltek. Általános szabály, hogy a munkáltatónak kell adnia az ehhez szükséges eszközöket, a telefont, okos eszközöket, laptopot, internetet, esetleg hálózatot biztosítani. Az eszközök használatáról, a céges dokumentumok eléréséről, a biztonságos munkavégzés otthoni körülményeiről szintén a foglalkoztatónak kell gondoskodnia. A szakember hozzátette, ahhoz, hogy a dolgozók a cég hálózatán keresztül tudjanak dolgozni, a cég központjában is erősebb internet elérésre van szükség. Tapasztalataik szerint sok munkáltató nem az informatikai eszközök beszerzése miatt nem akarja, hogy a dolgozóik otthonról végezzék munkájukat, hanem ezért, mert bizalmatlanok és féltik a cég adatait, pedig megfelelő vírusvédelemmel ez a veszélyforrás elkerülhető, mondja a szakember. A másik akadály, hogy attól fél a vezetőség, hogy nem tudják ellenőrizni, hogy a dolgozók dolgoznak-e egyáltalán abban az időszakban, és erre is vannak egyébként a rendszerek, projektkezelő, illetve a munkaidő nyilvántartó rendszerek, amiket akár föl is lehet telepíteni az otthoni vagy a hazavitt számítógépre, ahol a dolgozók kvázi be tud blokkolni az adott tevékenységre, meg tudja mondani, mikor kezdte, mikor végzett vele. És hogyha a lehetőség van rugalmas munkaidőre, akkor elég mindenkinek jobb, hogy ő nem 8-tól fél 5-ig ülött a gép előtt, hanem közben végző az egyéb dolgait, kutyát sétáltat, mocskát, etet, ebédet, föl, stb. Viszont este vagy hétvégén pedig bepótolja, és ugyanígy tudja ezt bizonyítani azzal, hogy beregisztrál ezekre a beregisztrálva a rendszerbe, hogy most mit végez. Van köztük olyan program, ami ezt screenshotokkal, képernyőmentésekkel folyamatosan követi is. Nyilvánvalóan ez a dolgozó beleegyezése is szükséges. Fischer Sándor szerint a vállalkozók is kezdenek megbarátkozni az otthoni munkavégzéssel. Nem mindenki tudja megoldani azt, hogy a munkahelyén legyen, ha mennyiben gondok merülnek fel. Számosan családi, meg egyéb problémái is vannak, pláne ahol kisgyerek van, ott nehéz megoldani. És azért jó lenne elérni azt, hogy minél több vállalkozó, illetve alkalmazott otthon is tudja végezni azt a tevékenységet, amit otthon el lehet végezni. Természetesen mindent nem lehet otthon. Az egyik nagy feltétele volt, hogy megfelelő számítógépes kapacitás épüljön ki. Ehhez végül is most már jogszabályok is segítik a cégeket, hogy vásárolhassanak ilyen gépeket, illetve adókedvezményeket, meg egyebeket biztosítanak. Én azt hiszem, hogy ez most már lassan összeáll, és gyakorlatilag a vállalkozók, illetve az alkalmazottak tudnak élni ezzel, remélem is, hogy élni fognak, és már nincs ez a visszahúzódás, hogy jaj, itt van a gép, egyedül vagyok, mi lesz velem? Igen, egyre többen látják ebben a jövőt. Hamarosan az országgyűlés elé kerülhet a munkatörvénykönyvének módosítása, melynek célja az otthoni munkavégzés rugalmasabbá tétele. Amennyiben a parlament megszavazza a módosítást, a munkavégzés helye és módja azon múlhat, hogy a munkaadó és a munkavállaló miben állapodnak meg. Vagyis egyoldalúan nem rendelhet el otthoni munkavégzést a foglalkoztató, még akkor sem, ha erőre kap a járvány, erre csak a felek megállapodása szerint lenne lehetőség az új távmunkaszabályok szerint.